áldozatok és hősök a hóviharból. Idegtépő és reménytelennek tűnő vacogás az autópályán, megható civil önzetlenség és egy kis körzeti rádió példamutatása közszolgálatból. Riport a múlt heti hókatasztrófa arcairól. Ahogy lenni szokott, a kormánypártok és az ellenzék alaposan összeveszett a múlt heti hókatasztrófán. Az utóbbiak szerint a kormány még arra sem képes, hogy megvédje az állampolgárokat, míg a Fidesz szerint az ellenzék még ezen a tragikus helyzeten is politikai hasznot keres. Minden esetre Pintér Sándor belügyminiszter jelentést készített a mentésről, amelyet a kormány még nem tárgyalt. Vidós Mihály kollégám viszont az érintettek megkeresésével próbálta megtudni, hogy mi is történt valójában az utakon. Csütörtök délután indultunk, 3 órakor, Stulekre síelni. Ez egy 20 fős csapat lett volna eredetileg. Délután 3-kor indultam csütörtökön 14-én Budapestről haza Győrbe, és péntek este 9:30-kor érkeztem meg. Bár Szilvia és Tomasz nem is ismerik egymást, egy hete van egy közös történetük. Múlt hét csütörtökön több ezer sorstársukkal együtt pont rosszkor indultak rossz felé az M1-es autópályára. Szilvia egyedül üzleti útról tért volna haza, míg Tomasz 3 gyerekkel a fedélzeten Ausztriába próbált eljutni. Csak hogy a Dunántúl sújtó hóvihar mindkettejük tervét alaposan keresztül húzta. Én megpróbáltam Komáromnál lemenni, de akkor már rendőri lezárás volt, és nem engedtek le az autópályáról azzal a címszóval, hogy már az egyes főúton elég sok baleset van, illetve a komáromi bekötő úton maradjak az autópályán. És aztán ilyen hosszúnak tűnő órák után, ilyen 5:45 körül teljesen beálltam a 97-es kilométer szelvénynél. Ott már teljesen megállt a sor, és hát elkezdtünk várakozni. A gyerekek relatíven nyugodtan viselték, neki kijárt pisilni, visszajött, ücsörögtek, rendezgették a csomagtartóba a csomagokat, hogy tudnak kényelmesebben feküdni. És így szépen ment az idő. Több órás várakozás után eléggé lecsökkent az üzemanyag szintem. Mögöttem nagyon-nagyon messze volt a bábolnai kút, és nem mertem elindulni a benzinkút felé, hogy esetleg valami beüzemanyagot hozzak. Tehát az éjszaka az úgy telt, hogy 4 órán keresztül nem tudtam fűteni az autóba, hiszen nem tudtam, hogy meddig fogunk még ácsorogni, és hát -6, -8 fok volt az autóba. Mi szerencsére abban a helyzetben voltunk, hogy ugye gyerekekkel mentünk síelni, tehát egy komplett hűtőtáskányi édességünk, innivalónk, melegruhánk, mindenünk volt. Tehát ilyen nehézséggel mi nem közöttünk. Ezért mi aztán vaníliás karikát osztottunk délnek is, meg éjszaknak is, meg innivalót, aki kért. Az, hogy nem jött senki, az volt a legrémisztőbb érzés. Én nem vagyok egy pánikbeteg, én nem vagyok egy, úgy gondolom, hogy elég talpra esett vagyok, de azért nekem is volt egy mélypontom az éjszaka folyamán, amikor azért egy kicsit eltörött a mécses, hogy hány napig fog ez tartani, meddig leszünk itt. A teljes mozgásképtelenségnél csak a teljes információhiány kezdte ki jobban az autópályán ragadtak idegeit. A hatóságok sehol, az országos rádiók elavult információkat szajkoztak, a mobil internet akadozott. Ám a Szilviához és Tomaszékhoz hasonlóan bajba jutottak szerencsére. Voltak olyanok, akik még ebben a lehetetlen helyzetben is velük, róluk beszélgettek. Ez a győri helyi kis rádió, ők egészen elképesztő teljesítményt nyújtottak. Tehát az a srác, aki 14-én délután kezdett, az azt hiszem 15-én 11-kor váltották le. Először addig ő egyfolytában hallgatta, beszélt, egy telefonvonalon jöttek befele a telefonhívások. Ő tőlük kaptuk a legtöbb információt. A Tomasz által említett srác Orosz Sándor csütörtök délután épp rendes műsorát vezette a Győr Plusz rádióban. Ő kapcsolt először, hogy a környékükön tömegek kerültek lehetetlen helyzetbe. Az emberek egyszer csak elkezdtek betelefonálni, de úgy, hogy forró drótként emlegetjük az adástelefonszámunkat, és az szó szerint forró dróttá vált. Tehát csak egy pillanatra fogtuk a kagylót, letettük, és már ott volt egy másik hallgató a vonalban, úgyhogy ez volt az első jel, hogy itt valami olyan dolog történt, ami nem szokványos. Nem volt időnk megijedni, egyszerűen tenni kellett a dolgunkat, és
mi ehhez értünk, hogy belebeszélünk ebbe itt. Hihetetlen volt azt tapasztalni, hogy az emberek a rádióba kapaszkodtak. Amikor rájöttek, hogy mi itt vagyunk, mi kommunikálunk velük, ellenben például, ugye, ha bejelentenek valamit a rendőrségre, a katasztrófavédelemhez, akkor ott meghallgatják őket, és kész. A kommunikációnak ott vége van. Mi és a hallgatók között kialakult egy párbeszéd, és a hallgatók szinte egymással is beszélgettek, közvetve a rádión keresztül. A városi rádiósok kidobták teljes hétvégi műsorukat, összekapcsolták három csatornájukat, és maratoni 58 órás élőadásban tájékoztatták a bajba jutottakat. Nem is nagyon érzékeltük az időt sem, tehát beült az ember és egyszer csak ránk sötétedett, és már megint reggel volt, és már megint este volt. Annyira gyorsan pörögtek az órák, pontosan amiatt, mert mi is egy fölfokozott idegállapotban voltunk. Itt volt a teljes stáb. A stúdióban mindenki segítette a munkánkat, egyszerre három műsorvezető mindig a stúdióban, és az üvegablakokon túl a többi kolléga is dolgozott, folyamatosan telefonáltak, gyűjtötték be az információkat az internetes portálok, és miután felébredtek, utána onnan is sok-sok információhoz jutottunk, és ezeket mind azonnal mondtuk el élőadásban a hallgatóknak. Sándorék helyzet felismerésének hála olyanokhoz is eljutott a segítség, akik minden reményt feladtak már a hófogságában. Kedvemben tartottam azt a két telefont, amelyre hát alapjáraton az SMS-eket kapjuk a rádiókban, és ennyi jött, hogy megfagyunk, már nem bírjuk tovább. És én az SMS telefonról visszahívtam ezt a számot, mondom, ez nem lehet, tehát így nem fog itt meghalni. Próbáltuk nyomozni, hogy végül is hol lehet pontosan, aztán kiderült nagy nehezen, hogy hát a 112-es kilométerkőnél van, és egy Dobai Erika nevű hölgy hallotta az adásunkat, meg hogy mit szenvedünk, hogy megmentsük ezt a hölgyet, és telefonált, hogy ő itt van a 115-ösnél, ő visszamegy, ő látta őket, ők egy zöld Toyotában ültek, hát ők voltak, és visszament, és vitt nekik fokrocot, és végül is megmenekültek, mind később kiderült, hárman voltak nagy bajban. Mi nem csak külső szemlélői voltunk, óriási nagy nyomást nehezedett ránk, az emberek bajait, az emberek ránk zúdították a bajokat, és hát ezt komoly volt megélni, ezt nem lehet szavakkal elmondani. A rádiót hallgatva és felhasználva elképesztő civil összefogás kezdődött a bajba jutottak megsegítésére. Sokak szerint csak ennek köszönhető, hogy senki sem halt meg a hóvihar fogságában. Az önkéntesek egyik bázisa a Bódis Piroska által vezetett Győr pláza lett. Az igazgatóasszony egész hétvégére kinyitotta az üzletközpontot. Ez péntek reggel hajnaltól, reggel 6-tól egészen vasárnap hajnal 2-ig tartott ez az egész dolog. Folyamatosan jöttek a telefonok, jöttek a megkeresések, hogyan tudnának segíteni, mi az, amire szükség van itt helyben a plázában. És én akkor mondtam a rádiósoknak, hogy szeretném, hogyha ezt igazából elmondanák az embereknek, hogy nem zárjuk be a plázát, bármi probléma van, fürdési lehetőséget, illetve alvási lehetőséget tudunk biztosítani. Így kezdődött ez az egész. Anikó és édesanyja Ilona szombat reggel jöttek be segíteni a plázába, szendvicseket készíteni és osztani. 15-20 önkéntessel együtt ipari méretekben készítették az ételt azoknak, akik rászorultak. Én megtippelem, hogy több ezer szendvicset csináltunk, nagy fekete szemetes zsákokba csomagoltuk be, nejlomba és raktuk be a zsákba, és hát volt, amikor kaptunk egyszer 25 kiló kenyeret egybe, adományt, az egy az egybe belement a zsákba, tehát 20 kilók biztos voltak ezekbe a nagy zsákokba. Hát olyan 10-15 nagy zsákot biztos megraktunk, mellette nagy szatyrokat, dobozokat, ami éppen volt nagy, hogy minél többet tudjunk belerakni. Hát nagyon sokat. Itt volt egy idős bácsi, aki azt mondta, reggel óta figyelt bennünket, délután megkérdezte, hogy Guinness rekordra készülünk, mondtam neki, ezen már túl vagyunk. Bennem az maradt meg, hogy ahhoz képest, hogy mindenki küzdködik valahogy, mégis hatalmas segítséget tudtunk adni, tudott adni, és hogy azért még van emberség. Szakács István is a rádióból értesült a város körül kialakult vészhelyzetről, egyből vette a kabátját és segíteni indult. Az autópályán részt vettem a emberek ellátásába, forró teja, ételosztás, stb. A gyűjtésnél, maga a településekhez vezető útak kiásásánál, autó, gépjárművek kiásásánál, gyakorlatilag minden, ami a önkéntesek elvégeztek, minden területen mozogtam. István és önkéntes társai nem szélednek szét a hóvihar elvonultával, megszervezik magukat, hogy legközelebb még hatékonyabban tudjanak segíteni azokon, akik bajba kerülnek. Az országnak ideje lenne példát venni erről az esetről, hogy az emberi összefogás és az emberi segítség, a jó akarat
csapatnak mekkora hatalmas nagy ereje van, és mekkora sikereket tudtunk elérni. Mennyi embernek tudtunk élelmet, ételt biztosítani ezekben a nehéz időkben. Ennek egyetlen egy jelentősége van tényleg az, hogy az emberi összefogás. Az autópályán ragadt Szilvia is azt meséli, hogy az első segítséget majd egy nap fagyoskodás után az Istvánhoz hasonló önfeláldozó civilektől kapta. Egyetlen egy tűzoltóautót nem láttunk, egyetlen egy rendőrségi autót nem láttunk, katasztrófa védelmet se. Igazából péntek dél körül már annyira elfogyott az embernek a reménye, hogy úgy éreztük, hogy mindenki szerintem, aki ott volt az M1-esen, hogy cserben hagytak minket, elhagytak. Péntek este önkéntesektől kaptunk, akik maguktól feljöttek az autópályára, őtőlük kaptunk szendvicset, forró italt, tehát én úgy gondolom, hogy a magánemberek mozdultak meg. A nagy Szent Jánosi emberek azok kijöttek, és ennek egy nagyon érdekes üzenete volt, hogy azok az egyszerű emberek, akik ott élnek, szinte biztos, hogy a nagy átlag nagy szegénységben és nélkülözésben, hogy ezek hoznak teát, májkrémes kenyeret, a gyerekek a dugipest cukorkáikat, és osztogatják a brutál jó autóban ülő embereknek, akik meg se tudnak mozdulni. A hatóságok péntek este, több mint egy teljes nap ácsorgás után végül kiszabadították Tomaszékat és Szilviát is a hó és az autópálya fogságából. Ahhoz, hogy ilyen gyorsan intézkedni tudjunk, rendkívüli összefogásra volt szükség. Pintér Sándor belügyminiszter pedig hétfőn a parlamentben már a mentés gyorsaságát és hatékonyságát méltatta. Nekem, mint mondjuk az egyik ilyen idézőjeles túlélőnek, az a furcsa, hogy mindenki azt mondja, hogy ez mennyire rendben lezajlott. Mi, akik azt hiszem, hogy többes száma beszélek, ott voltunk az M1-esen, pontosan tudjuk, hogy ez nem zajlott lezökkenőmentesen, és nem volt olyan gördülékeny kimentés, ahogy ennek ebbe az országban működni kellett volna. Természetesen kíváncsiak lettünk volna Pintér Sándor belügyminiszter véleményére is. Ő arra hivatkozással, hogy a jelentését a kormány még nem fogadta el, elhárította a műsorunk megkeresését. A minisztériumból ugyanezen okból más sem tudott rendelkezésünkre állni.